Hello, bello! Szevasztok, sziasztok! Üdv mindenkinek, Dino vagyok, ez pedig nem más, mint a Fear Nightfall Minecraft Tutorial. Hát ilyet se sűrűn csinálok, de itt uh, kóborolva a Youtube-on rájöttem, hogy erre lehet, hogy amúgy szükség lenne, de hát mivel nem foglalkozik vele senki, így gondoltam, hogy na most én, én leszek az első, aki megcsinálja. Vagy már közben lehet, hogy nem én vagyok, na mindegy, nem tudom. Ö, egyetlen dolog, amit tudnotok kell, hogy a videóim úgy lesznek ö, felvéve, hogy chapterönként. Tehát jelenleg a mai videóban csak a chapter 1-ről lesz szó, utána a 2 3 5 5 5 5 5 5 5 6, 7, 8, 8, 8, Én azt mondom, hogy induljunk meg, mert 5 5 még nagy problémák nem lesznek, majd talán csak a 5 Start, itt kezdődik a játék, ugye megkapjuk a könyvünket, tehát a Forbidden Tomot, amire jobb klikkel, ha rákattintunk, akkor megkapjuk ezt. Itten csak a, itten, öttem jó magyarosan. Itt csak a taskokra rákattintva, ha ra, van reward, akkor arra. Itt is ugyanúgy task, reward, megkapjuk az ágyat, ugye az első fekete ágyunkat. Majd a Disabling Phantomsnál kapunk egy tábortüzet, és akkor itt pedig elmondja, hogy hogyan működik a maga a játék. Vagy nem, itt. Igen, itt, hogy hogy működik a játék, és hogy mik vannak benne, mit szabad, mit nem. Ezeket érdemes elolvasni. Egyenként ezeket nem fogom bemutatni, meg elmondani. Na de. Az Edő, az Eder, jajajajaj. Innen kezdünk. Én azt mondom, így találtam ki, tehát így fogunk haladni. Dark Times. Itt is rá kell kattintani, ugye? Ugyanúgy. Task elfogad, reward nincs. És akkor balra indulunk. Making traps. Ő az első. Egyéb iránt, ha mindegyikre rákattintatok, akkor kiadja, hogy mit kell, mi a taskod, mi a rewardod. Ha még egyszer rákattintasz, akkor meg megmutatja, hogy mi kell, illetve hogy kell. De, hogy ezt nektek jelenleg ne kelljen, illetve nem csak emiatt, hanem majd a későbbiek miatt pláne. Megcsinálta milyen módon. Lehet, hogy jobban átlátható, vagy megállítjátok majd a videót, meg tudom én, ahogy akarjátok. Bamboo Spikes, ő az első, ugye így néz ki. Gyönyörű kis tüskék, amit egyszerű fél blokkokból kell, fából, mindenféleképpen fából. És bambuszból így, ennek lesz az eredménye ő, és a rewardunk pedig még több spike. Na, ezzel elég gyorsan túlestünk, de jó lenne, ha az összes többi így haladna. A Deadlier Upgrade-et szándékosan hagytam ki, mert itt írja, hogy a követelmény a Chapter 2. Tehát ugye ebbe még nem tudunk belemenni, el tudom magyarázni, meg tudom mutatni, de még felesleges. Jó, tehát oda nem megyünk. Második, Atlasz. Ez most nem az az Atlasz, hanem a, a könyv Atlasz, tudjátok. Ő az, nagyon egyszerű, semmi bonyolult nincs benne. Ide kell, na most igen, akkor kezdjük itt. A térképet nem az üres térkép kell neki, hanem kell neki egy ilyen térkép. Egy ilyen. Ennyi. Őt kell berakni ide, a felső kockába pedig vagy méz. Ö, minek hívják? Mézes palackot, vagy szlájmot. Ide pedig könyvet kell. Ha ez megvan, akkor ö, kapunk rewardot egy ö, Nature mi ez? Nature compass, Ja, így. Jó. Mögötte itt kombináltam még, mert ö, lehet, de abba sem megyünk bele, jó. Abba se, nem érdekes annyira. Térkép asztal. Ezt mindenki tudja, hogy kell gyártani. Négy darab tögy, vagy amilyen fát akartok egyébként, mert teljesen rátok van bízva. Mindjárt megmutatom, hogy térkép. Asztal így van, de ö, ha ráviszem mondjuk itt. Ja, bocsánat erről le kell kattintani. Így, akkor mutatja hogy hogy De ezt mindennél mutatja Mutatja miből lehet Összeállítani Mi az ami kell hozzá Ennyi Tehát semmi extra Nagyon könnyen csak a végig nyomkodni hogy Mit hogyan meg mit tudom én Az tudom Hosszadalmas túl vagyok rajta Na ő volt a térkép asztalunk ez egy ö, Nem bonyolultabb igazából semmi Bot kell hozzá Törgy Vagy ebből is bármelyik fa Vagy deszka Mit tudom én, amelyik éppen kéznél van És ennek a rivordja Egy tábor tűz Mögöttünk semmi Nagyon jó Led... Amúgy ö, a roster Cserző Cserző állvány talán Vagy a ledörtelme? Nem, mert a ezen kell a bört kikészíteni. De ebbe sem megyünk bele. Leather tenor. Így néz ki. Tudjuk, hogy melyik. De megmutatom. Ő az. A kis apróka. És így kell összerakni. Ugyanúgy tölgy. Deszka végig. Majd függőlegesen botok. És középre alulra szintén egy deszka Ennek a végeledmény a jutalma, egy olló, méghozzá egy metsző olló Ami később szintén kelleni fog És itt már igen, itt kombinálódik a dolog <coughs> Book of Shadow Ö, Jó, a magának a könyvnek a dolgaiba még nem megyünk bele, csak azt magyarázom el, hogy kell csinálni, jó? kell hozzá öt darab bőr, egy színező, színezék, kinek mi, bármilyen színű, szerintem az nem... Talán, talán nem lényeges, bármelyik lehet. Állati zsír. Na most ha megöltök egy állatot, akkor általában, nem tudom hány százalék esélye van, de dobhat ilyet. Úgyhogy fogtok talán egy tuti a gyilkolásnál, a gyilkolásnál viszont óvatosan, mert tudjátok, hogy támad minden majd egy könyv középre és egy ö, Sage Seed a jobb oldalra És ennek a rewardja egy ilyen nagyon szép Mahagoni Sapling Érti? Megvan? Egyszerű mint a faék Engineer Manual Ő a könyv A könyv ami kelleni fog nagyon sokáig majd ehhez kell egy könyv, illetve egy kar bedobnia a workbenchbe, vagy kraftládába, ki hogy hívja, és ennek a rewardja egy csákány, méghozzá vas csákány. Jó, hogy de jó haladunk, soha többet nem fogunk ilyen jó haladni. Majd egy fajtó, A rewardunk egy bambusz, nem egy bambusz, hanem több, azt hiszem egy vasajtó. Ebből lesz egy csomó vas kerítésünk. És innen jelenleg eljutottunk odáig, hogy itt tartunk. Arming up. Ugye ezek már megvannak minden minden, kivéve a dead, deadlier upgrade-et. Odáig nem jutottunk el. Most lejöttünk ide a build a base before the nightfall. Bocsánat, a angol miért hogy már mondtam? Lehet, hogy már, mit tudom én. Uh, arming up. Jelenleg. Ugye itt a, ahhoz, hogy meglegyen a taskunk, ahhoz kell három darab... Mit? Hát ilyet, ilyet. Mert minek hívek a taskon, taskon belüli task? Nem tudom. Na mindegy, kell egy pajzs, egy vaskard és egy íj. Ezeket, aki minecraftozik, szerintem mindenki tudja, hogy hogy működik, hogy kell lecraftolni, de én ide felvéstem, hogy a pajzs így néz ki. Így a kard. És így pedig az így. Annyi különbség van, hogy fonalat ebből a szép növényből ki lehet nyerni, ami a flex. Nem a csiszoló, hanem a növény. És ennek végeredményeképp kapunk egy csomó aranyalmát. Stimmt? Mehet. <több> itt mi hullik? Utolsó előtti máma. Máma, ma. Kinek hogy? Kell nekünk a vasisak, a melvért, láb, lábszárvédő és a vasizma. Köszönjük eső ső megint, hogy itt vagy. Szerintem ezeket is tudja már mindenki, nem? Pofon egyszerű, sisak, így néz ki, mellvért, így néz ki, ugyanúgy, mint a Simamunkra. Ő a lábszárvédő, és végül a vas csizma, amiknek végeredményeként egy rivardba zsebre vághatunk egy csomó vasat, vagy hát annyira nem csomó, de de kapunk. Na, azért ha már költöttünk, akkor kapjunk belőle vissza is. Jó, és akkor az utolsó. Nem más, mint a make a backpack. Na ez, ez már talán, talán a játék itt érezteti legelőször velünk, vagy legelsőnek velünk, hogy uh, itten lesznek komoly dolgok. És uh, igen, jó buri. Így néz ki egy backpacknek a lekraf lekraftolása. Kell hozzá négy darab bőr, egy darab arany, ő pedig nem más, mint a backpack tank. Nem tudjuk letenni, ez csak ahhoz jó. Mindjárt megmutatom, hogy készül, jó? Kell egy sima láda, még egy backpack tank, és egy. Sleeping bag Ő az ami ott van az alján A kis piros Ha ezt sikerült összehoznunk akkor Revartként zsebre vághatunk egy ilyen kötelet Húz Ez kötél? Kötél gondolom én Mindegy lehet hogy gyakorolhattam volna angolt mielőtt elkezdem na mindegy Jó akkor először megmutatom nektek hogy hogy készül a ö, A tank a backpack tank, jó? Miért nyomok ezt képet, nem tudom. Nem kell túl gondolni, nem olyan bonyolult. Kell hozzá üveg, 6 darab, majd vasrúd, kettő 2 darab, és ez kiad egy backpack tanket. Sleeping bag még egyszerűbb. 3 darab gyapjú kell. Még talán nem is kell, hogy egy színű legyen, vagy nem kell, hogy két színű legyen, lehet egy színű, de azt mondjuk nem néztem meg, bocsánat. De próbálkozni kell vele, birkát találni fogtok mindenhol. És akkor ezekből az összetevékből születtek meg a pindur, a, a backpack Tank, mi? Nem, csak a simán backpack. <laughs> Jó van, mindig elhülyéskedem, nem szabad. Komolyan kell venni a dolgokat. Uraim, hölgyeim, Mindenki, aki nézi, állatok. Bár gondolom, az állatok nem játszanak ilyen Minecraftot. Bár az se normális, aki ilyet játszik, nem? Na mindegy. Túl vagyunk a Chapter 1-en. Következő videóban. Persze, ha van rá igény és tetszik, akkor jönni fog a Chapter 2. Ami már egy kicsivel komolyabb, kicsit összetettebb, kibaszott idegesítő. Nagyon jó lesz, várom már, köszönöm a figyelmet, innen fogjuk folytatni, szevasztok!